Két napon át, szombat reggeltől vasárnap késő délutánig a hölgyeknél volt a labda. Tata adott otthont a 15. Kárpát-Meditop Kupa nemzetközi női kézilabda tornának. Erdélyből, Felvidékről is érkeztek együttesek, a hazai TAC csapatával együtt hatan versenyeztek a legjobbnak járó címért. Mindannyian magyar ajkúak vagyunk, és magyar szívdobog minden kézilabdázó lányba, attól függetlenül, hogy a történelem szétszakított minket. Attól még ők magyarok, és Magyarországhoz tartoznak a mai napig is. Az az igazság, hogy rengeteg jelentkező van, viszont a helyeink azok korlátozottak, mert ugye egy hétvége alatt, ha csapatos tornát tudunk csak lebonyolítani. A csapatok látványos, izgalmas játékkal hálálták meg a szinte folyamatos 200 fő körüli nézői létszámot. A fordulókban összesen több mint 500 gól született, bár a helyi erők dicséretesen helytáltak, a Tatai klub teljesítménye végül a negyedik helyre lett elegendő. Nagyon hasznos volt a torna számunkra, főleg a tegnapi két mérkőzést. Szoros meccseket tudtunk játszani, viszonylag tudtam cserélni a játékosokat, és jókor jött, hiszen a jövő hétvégén az IFI-vel már folytatjuk a bajnokságot egy előhozott mérkőzéssel, úgyhogy 11-én már folytatjuk a bajnokságot. Kell nekünk az ilyen, hogy nálunk erősebbekkel játszunk, sokat lehet tanulni, meg hát a játékosok is helyre tudják tenni magukat. A döntőben a tavalyi győztes Mohács csapata magabiztos győzelmet aratott a Naszfad együttesével szemben, így megvédte bajnoki címét. A díját a Dona legjobb tatai játékosnak, Vili Dorkát választották, ő a polgármestertől vehette át az elismerést. Köszönet a ötlet kitalálójának és a szervezőknek, a szponzoroknak, támogatóknak, ami sorba most így Tata is becsatlakozott ezzel a rendezvénnyel, úgyhogy nagyon örülök, hogy a tatai csapatunk pedig egy nagyon elegáns kézilabda játékkal a negyedik helyet szerezte meg, ami azért elegáns, mert a vendégekkel így kell bánni. Ez nem vérre menő harc volt, hanem a játék, az öröm, az ismerkedés, a barátkozásnak a versenye. A dobogó második fokára a Naszfad, a harmadikra pedig Székelyudvarhely csapata léphetett föl.